A következő gyakorló feladatot Deacon McClelland, a Photoshop Biblia jól ismert szerzője alkalmazta először. Én is ezt a feladatot fogom alkalmazni, felhasználni most a gyakorlásra. A kijelölő eszközöket kell megismernünk ebben a feladatban, és mint jól látszik, van egy forrásállományunk, ez a Start egyik CF nevű állomány, ami természetesen elérhetővé teszek az önök számára, és ebből az állományból fogjuk elkészíteni ezt a zöldségemberkét, ami a végeredmény lesz. Hát, lássuk. Induljunk ki először a citromból. Ezen a nagy képen megtalálható minden szükséges elem a zöldségemberke az arc megformázásához. A citrom lesz maga a fej. Mint lehet látni, az eszköztárt úgy készítettem el, hogy a négy alapértelmezett elem, a rétegek, a csatornák, az útvonalak és a visszavonási előzmények rajta van, valamint a kijelölés szerkesztő, és hát ide raktam még az aktuális eszközgombhoz tartozó beállító ablaknak az elemeit. Válasszuk ki először, sőt először nem is választunk, hanem először készítünk egy másolatot a képről. Mindig célszerű egy másolaton dolgozni, ezt a legegyszerűbb a Ctrl-D billentyű kombinációval megtenni, és ezután a másolaton dolgozok, és a forrásállományt ezt ledobom. Tehát a másolat, ez meg látszik, csillaggal jelzi a rendszer, hogy névtelen, a csillag az azt jelenti, hogy még nem volt mentve. Az 5.0 az azt jelenti, hogy hanyadik kép, amit készítettem. Hány, tehát milyen színmodellt használok, hány rétege van, mekkora a mérete a képnek. Jó, ezután fogok használni téglalap alakú kijelölést. Jelenleg is az az aktív. Jelöljük ki a citromot. Azt veszük észre, hogy ahogy járkálok a kijelölésen körbe, hogy a kijelöléshez tartoznak kijelölő nyelek, méretező nyelek, régebben úgy hívtuk ezeket. Régebbi verzióban ezek egészen kicsik voltak, teljesen hasonlóak a jól ismert Microsoft Office objektumai, objektum sarkain és objektum tehát az oldal felezőknél megjelenő méretező nyelekhez teljesen hasonló. Most nagyon fontos információ következik, ha jól megfigyelik, a kürzor, az egér kürzor rengeteg információt hordoz. Először is jelen pillanatban azt, hogy négy irányú nyilat látunk. A négy irányú nyil az azt jelenti, hogy a kijelölés elmozdítható, tehát a kijelölés jelen pillanatban elmozdítható. A kijelöléstől jobbra fölfelé egy plusz jelet látunk, az azt jelenti, hogy összeadó, hozzáadó üzemmódban van a kijelölés, ez itt jelölődik, hozzáadás a kijelöléshez, ez az alapértelmezett. Valamint alul látszik egy négyszög, méghozzá dupla szaggatott vonalakkal körbevéve, ezt menetelő hangyáknak hívjuk, ez egyébként azt jelenti, hogy a kijelölő eszközünk most a négyszög alakú kijelölő eszköz. Nézzük meg a kijelölő szerkesztőben is ezt. Lehet látni, hogy a fekete teljes méretű képből a fehér terület az aktív, vagyis hát az van kijelölve. Na most próbáljuk méretezni a kijelölést. Ahogy rákattintok, már a hozzáadó üzemmód miatt az történt, hogy egy másik kijelölés adódik hozzá, egy egészen pici. Most vegyék észre, hogy közben változik a kürzornak az alakja, és amikor ilyen háromszöges vonalak vannak mellette, akkor a kijelölés méretezhető, a kijelölés növelhető. Most megint egy újabb kijelölés. Sorba-sorba hozzáadom ki, most ezeket vissza fogom vonni, Ctrl-Z-vel vissza tudom vonni. Most kattintsunk egyet a közepére,
és nyomjuk meg a Ctrl billentyűt, erre kivonó üzemmódra vált a rendszer, és most így fogunk egy újabb kijelölést a kijelölés belsejében létrehozni. Nézzük meg a kijelölés szerkesztőt, hogy mi történt. Tulajdonképpen csináltunk egy lyukat az eddigi kijelölésünk belsejébe. És ha figyelmesen nézzük, ott is a menetelő hangyák jelzik, hogy a kijelölés hogyan történt. Na most nagyon érdemes a következőt megvizsgálni, hogy a méretező vagy kijelölő nyeleknél mozgok, és a kijelölést elmozdítom, úgy változik az adott kijelölésnek a mérete. Ezt nagyon szépen lehet látni a kijelölés szerkesztőben, de természetesen amennyiben a kijelölő eszköz üzemmódján is változtatok, és az alapértelmezett most jelen pillanatban benyomott állapotban a kivonó üzemmód lesz, akkor a kurzor jobb felső részénél a mínusz jel lesz az aktív, és a shift-tel lehet üzemmódot váltani, tehát átugrani a húzzáadóbb üzemmódra. Most ez azért érdekes, mert próbáljuk ki, szűkítsük a kijelölést. Egészen a citrom széléig, ez nem sikerült, még egy próbálkozás. Vissza kell vonjam, na most újra. Tehát megjelennek a nyelek. Óvatosan kell az eszközzel bánni, az biztos, tehát oda kell figyelni. Nagyon a művelet végzésre. Most nézzük meg a kijelölő szerkesztőben, hogy mi történt. Tulajdonképpen egy keretet csináltam. Na most, mi történik akkor, ha én ezt elrébb mozgatom? De érdekes, tulajdonképpen azt a méretű kijelölést, amit az előbb csináltam, azt kimozgattam a belsejéből. És hogyha most megint üzemmódot váltunk, a shift. És most hozzáadóra tesszük, és igen, így mozgatom ki, akkor azért óriási különbség van, mert így tulajdonképpen a két kijelölést összevonja a rendszer. És ha elkezdem mozgatni, akkor egy teljes kijelölés lesz belőle. Úgyhogy nagyon figyelni kell arra, hogy a kurzor mit mutat éppen, és hogy milyen üzemmód az aktív üzemmód. Hát ha a metszetképzés lenne az aktív, az meg megint egy újabb története a dolognak. Úgyhogy akkor lehet látni, hogy egy kis barlang ikon jelenik meg a négy irányú felső sarkánál. Ilyen pillanatban nekünk igazából nem volt szükség semmi másra, csak az, hogy megnézzük a négyszög alakú kijelölő eszköz használatát, és hát a kijelölés üzemmódjaival ismerkedjünk meg, valamint a kijelölés szerkesztővel, ami kontrollálja a kijelölésünk működését. A következő rövid filmben a transformáló eszközökkel fogunk röviden megismerkedni. A következő gyakorló fel